Sziasztok, szeretettel köszöntjük a Societas TV nézőit. Idén is részt vettünk itt egyébként a Kiskunfélegyházi utcák és terek labdarúgó bajnokságon, amit Bence, ha jól tudom, ti már nagyon régóta szerveztek. Pontosan mikor is kezdődött ez? Így van, 2012-ben kezdtük el az első utcák és terek bajnokság megszervezését, immár a negyedik alkalomnál tartunk, már hagyomány teremtődött itt Kiskunfélegyházán, minden tavasszal, május utolsó hétvégén megtartjuk a bajnokságot. The name of the game. 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 Gyakorlatilag a legnagyobb amatőr labdarúgó bajnokság, ami most zajlik Félegyházán. Az első alkalom, hogy itt vagytok, vagy voltatok már itt egyébként? Nekem ez az első. Én mindig itt vagyok. Szia, játékosként vagy drukkerként veszel? Drukkerként. Valami sikertörténet a Societas életében, ez a Kiskunfélegyházi utcák és terek bajnoksága. Immár negyedik éve rendezi meg itt a helyi szervezetünk, országos szervezet közösen ezt a rendezvényt MSZP-vel és több támogatóval, partnerrel együtt. Már elmondhatom, hogy ez kinőtte magát, ez a rendezvény, lehet látni, hogy a város életében ez egy fontos és várat eseményé vált. Én nagyon jól éreztem eddig magam, megnéztem a focikat, megnéztem, hogy mentek a meccsek. Nagyon jó hangulat van kint, úgyhogy én nagyon élveztem. Nálunk ez már tradíció, hogy minden évben indulunk. Első évben elsők voltunk, utána kétszer harmadikok, sajnos most kiestünk a csoportkörök után, de semmiféle hiányérzetem nincs, mert nagyon jót fotballoztunk. Gyakorlatilag hónapokkal ezelőtt már kerestek a szülők, gyerekek minket, hogy szeretnének jönni játszani rundmérkőzéseket. Azt kell, hogy mondjam, nagyon népszerű, most is 14 felnőtt csapattal vagyunk jelenleg kint, közel 140 középiskolás felnőtt játékosa, illetőleg kisebb korosztályok is vannak, ők külön pályán játszanak, gyakorlatilag ők közel 40-en vannak, összesen 5 kis pályán játszódik most jelenleg a bajnokság. És te szigorú játékvezető vagy? Én nagyon szigorú játékvezető vagyok, igazság szerint, mivel képzettségem nincs, ezért a maximum a lelkesedésemet és a tudásomat adom bele. Mint látod, itt apukák játszanak, és a gyermekeik is játszanak. Ez egy családi rendezvény, innen nem messze tőlünk egy gyermekbajnokság zajlik, ahol is a szülők a nagypályán fociznak, a gyerekek a kispályán fociznak, vagy az anyukák vagy segítenek nekünk, vagy pedig szurkolnak a pályán. Ez elsősorban családi rendezvény. Thank you.